Több magyar főiskolai vezető és kétes tudományos fokozata rendelkezik, tudta meg a 444.hu. Egy olyan orosz egyetemen szerezték meg a doktori címet, amelyet az Orosz Oktatási és Tudományos Minisztérium sem jegyez akkreditált oktatási intézményként. Ott szerzett diplomát egyébként a jobbikos Volner János is. Diákok előadása az Orosz Egyetem februári ünnepségén. És ilyen egy diplomaosztó az International University of Fundamental Studies elnevezésű egyetemen. Itt szerzett tudományos fokozatot több magyar főiskolai vezető is. Ők a Vekerle Sándor és a Budapesti Gazdasági Főiskola munkatársai. Várkonyi Attila a prezentációk szemiotikai elemzéséről írta a szakdolgozatát, amit még nem próbált honosítani. A Vekerle főtitkára ennek ellenére feltünteti önéletrajzában doktori végzettségét. Ráadásul a Magyar Oktatási Hivatal szerint az orosz egyetemet a moszkvai hatóságok sem tartják akkreditált intézménynek. Megkerestük a Vekerle Sándor üzleti főiskolát, de nem nyilatkoztak. Azt mondták, az orosz egyetem rektorát kérdezzük, aki jövő héten érkezik Magyarországra. Majdnem doktor. Először Endrődiné Bató Éva, a Budapesti Gazdasági Főiskola kereskedelmi szakának adjunktusa is a neve elé írta a tudományos fokozatot, de az intézmény rektora levetette vele. Felhívtuk a figyelmét, hogy ameddig a honosítatás nem történik meg, a BGF nem ismeri el és nem veszi figyelembe a PhD végzettséget. Kértük, hogy önéletrajzában a honlapunkról vegye le, illetve ne szerepeltesse a tudományos fokozatát. Az ominózus International University of Fundamental Studies-on szerzett diplomát a jobbikos Volner János is. Szerinte ezt a diplomát mindenhol elismerik. Államilag elismert intézményben szereztem egy orosz egyetemen a diplomámat, én tényleg ezzel különösebben nem szeretnék foglalkozni. 22 olyan képviselő van a magyar parlamentben, akinek diplomája sincs. Legtöbben közülük a Jobbik padsoraiban ülnek. A kormánypártiak közül 12-en érték be középfokú végzettséggel. A fideszes frakció vezető helyettes Kósa Lajos például elvégezte a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem közgazdászakát, de 1988 óta nem lépett túl az abszolutóriumon. Velez Árpádnak, az MSZP pártigazgatójának szintén nincs diplomája.